Laci, gyertek ide, gyűjtjük. Az ember addig már megszólalt, és stílszerűleg találta meg. Te adtuk ko. Nem igazom már a megyik. Tudod a székelyek, hogy mondják? Mont Bleu. Nem hallottam, de elfoglalkozom. Az egyenes egy kicsi... Valami... Mindenki, aki... Melyik volt az egészségügyi, aki belte a népet, Bob. Akkor már is kötözte be. Bob, az a igen. Nagy kövér. Bob. Nagy állat. Szamosújván nagy verőfiú. Az isztrátja isztrátja. Mert az volt a mondás, hogy ha valahol olyan helyet jártunk, ahol nem szabadott volna, vagy olyasmit csináltunk, ami nem volt ajánlatos, akkor azt mondta, állítsak a primestro isztrátja line, hogy kapsz egy ilyen isztrátja injekciót, és mindjárt elpucolsz. Isztrátját én láttam, hogy úgy vert az embereket, hogy a rubáskája, ez a katona ingyen le volt ízlatva, úgy vert az embereket. Az ablak fejedésekben be volt a húzódva, akkor vittek vakabő csúrdén, a bőr azért kellett, hogy a csontok ne essenek szét. Nagyon fényesek. Csúrdén bevoltunk ám a vakarosok, ott csoszogtuk, és akkor az ajtó mélyedések egy-egy karóval ki. Hát ezt ugye Dés barátunk csinálta. Hát persze, hogy ért. Dragics. Ő alatta, mert az a... Dés hívatja Dragicset, és azt mondja, tehát Dragics barátom, nézd meg, csinálj valamit, fiam, ellopták a pipámat. Ná vicc. Kezdődik a nyomozás. Egyet, kettőt, harmad, tízet, bevesznek komoly hallatás, minden. És egyszer szólja, Dés, hogy te, meg is megkárít a pipa. Jó, jó, de most mit csinálunk, ha valahogy 20 emberrel, aki elismárt, hogy ő loptál az. Igen, hát téves hírt indítottak, elterjesztettek, hogy minket se szabadított ki. Nem igaz, hát én majd komoltam, mikor meghalt Dés. Hát Dés alatt kerültünk be, Dés alatt kerültünk ki. Ez a mi szervezetünk volt egy olyan szervezet, amelyik kirobbantotta volna, vagy előkészített volna egy ilyen forradalmat. Magyarországon 56. október 23-án volt, itt nálunk pedig 56. októberében kellett, vagyis augusztusában kellett volna legyen. Tehát két hónappal hamarabb kellett volna legyen itt, mint Magyarországon. De viszont sajnos nem sikerült azért, mert Szoboszlainak volt egy ismerőse, vagy barátnő, vagy nem tudom, hogy nevezzem, és ő elárult az egész tevékenységet, és akkor 56-ban megkezdődtek a letartóztatások. Úgy volt az elképzelés, hogy mi innen megyünk, és akkor Drögenice Konstantin jön fel Bukarestbe a tank ezredével, és akkor kirobban a forradalom, vagy pedig megtámadjuk a televíziót, vagy a... Így volt az elképzelés. Ebben az ügyben nagyon sokan voltunk letartóztatva, de végül aztán 57-ünket ítéltek el.
Hát elég súlyos ítéleteket kaptunk, mert a mi csoportunkból az 57 közül 10-et halálra ítéltek, volt 4 életfogytiglanos, 4 25 éves, a többi pedig 25 évtől egészen 5 évig. A nevérem 5 évet kapott, mint fel nem jelentő, vagyis amiért minket nem jelentett fel, tudott az ügyről. Édesapámot halálra ítélték, és én 25 évet kaptam. Kezünk, lábunk lázba volt verve, több mint egy hónapot. Körülbelül másfél hónapot, 6 hetet. Na, akkor egy este édesapám átkopogott a csövön, és értesített, hogy bejártak a cellába, és mondták, hogy készüljenek, mert máma, vagyis az éjjel folyamán el fogják vinni. Akkor el is vitték úgy hajnaltájba, hogy 4 óra körül vitték el őket, és azóta semmit sem tudunk róluk. A Szoboszlai perbe voltam. Bíróság elé állítva, ebbe a perbe ítéltek el. A vád ellenem az volt, hogy nem jelentettem fel a rokonaimat, a nagybátyámat és a nagybátyám gyerekeit. Letartóztatták őt is, letartóztatták Etelkát is, és amikor a Securitatén Etelkát kihallgatták, akkor ő arra hivatkozott, ami tulajdonképpen az ő viszonyulása ez az egész dologhoz volt. És erre hivatkozott, hogy én vagyok a tanú, mert nekem mindezt elmondta, hogy hát ő tényleg nem vett ebbe a dologba ténylegesen részt, hanem csak érintően. Na, tehát ellenem a vád ez volt, hogy így tudtam a dologról, nem jelentettem fel, tehát mind nem feljelentőt vétséggel állítottak bíróság elé, és ezért 8 év nehéz börtönre ítéltek első fokon, amiből le is ültem 5 év egy pár napot. Mikor második váltásból vittek ki a gyárból be a cellába, sokszor szép idő volt, sütött a nap, hiányzott nekünk az, ami nektek megvolt. Tudod? Egy kicsit körülnézni, egy kicsit levegőn lenni, mert azért benne a műhelyben rosszabb volt, enyv, minden, por, meg nem tudom mi, főleg akik a csiszoló műhelyben. És akkor kimentünk, és szerettük volna egy kicsit ott az udvaron állni. Közben már számoltak, és rögtön be a cárba adták a kaját, és rögtön be, hogy ők is szabaduljanak a munkától, ugye, hogy minél hamarabb behajtják. És akkor sorba álltunk, és akkor számolta az őr, hogy cinc, zecse, cinc, pedó, zecs, tehát 5, 10, 15, 20, mielőtt elért volna a sor végéig, akkor valaki előre lépett, vagy hátra lépett. És akkor kezdte előről. Akkor megint akkor aztán a tanárok mondták, na ez a Proxima csillag, az a nagy göncöl, az a másik, és akkor nem tudta elmasírni az egészet, akkor megint léptünk egyet. Tudod? És megint, az a 100-100 megoszavarodva, nem volt senki, csak ő volt egyedül az udvaron velünk. És nem jött ki a számítás. A gyöngyös fogta meg itt a topporukon a bőrt, úszos azok mentek, mennyire jól is, mennyire ugrik vissza. Azt szerint állapítottál meg, nem tudom. Hányat én számos úgy várt. Igen. Amelyikben halnivaló volt, éppen maradjanak egy hónapig betették, és akkor etették, mit tudom én, adtak neki kását ezzel. Hát olyan csúfak lettek, értitek? Olyan sápadtak lettek itt a barnaságból. Sápadtak lettek és inkább dagadtak. Valósággal féltünk tőlük. Aztán megint kirúgták őket, és pár nap múlva aztán megint olyanok lettek itt. Akkor már befogadtuk magunk közé, mint a majmok. Hát én úgy kerültem ki, hogy kuffadt az kövére minden. De egy egészen prózai valamit akarok mondani, lehet, hogy furcsának is fog tűnni, de egy példa. Amikor kivittek a munkatelepre, és az első alkalomkor egy bokor közelébe kerültem, egy bokor, tudjuk mi az a bokor, igen? Na, egy bokor közelébe kerültem, és én azt a bokrot meg tudtam ölelni, valósággal egy olyan érzés volt, mintha a legszebb nőt öleltem volna meg.
egy olyan érzés volt, én nem tudom, hogy ezt elhiszik-e vagy sem, de ez így volt. Egy olyan érzés volt, hogy az nem lehet leírni. Nem lehet leírni. Vagy például az hogy például hónapok vagy évek után az ember meglátott egy macskát vagy egy kutyát. De egyszer megtörtént az, hogy a munkás brigád, aki ottan építkezett, kapott egy tojást. Hát ez nekünk akkora valami volt, hogy abból mindenki evett egy kicsit. Nem, de most már, hogy ezek a csoportok kialakultak, mert ezt a török úgy nevezték, hogy Biszeri Kuce, és nagyon tiltották. Ezek a csoportok kialakultak, ahol jól éreztük magukat, és tanultunk az értelmiségiektől. Ha sikerült, szétverték, az egy katasztrofális helyzet volt, és ezért nagyon kellett vigyáznunk, hogy ezek megmaradjanak. És ebből alakultak ki aztán azok a nagy barátságok, és az a bajtársi összetartás, ami a mai napig is tart, mert például elsősorban azért jöttünk ide, hogy együtt lehessünk, mert nagyon szeretünk együtt lenni. Másodszor pedig azért jöttünk ide, hogy úgy megmérettessék, úgy érezzük mi, hogy mennyire, hogy állunk a romániai demokráciával, ugye, hogy hát ezt megtehessük mi, ennek nagyon örvendünk. Hát amikor megérkeztünk, állítólag december 6-a volt, megérkeztünk, én őszintén mondom, amikor kijöttem a fedélzetre egy pár vagy három napi utazás után, azt mondtam, ha innen megszabadulok, akkor azt jelenti, hogy megszabadulok a pokolból is, mert olyan zord idő volt, olyan hideg szél fújt, hogy azt nem hittem, hogy ki fogom bírni. A lényeg az, hogy aztán lent már várt egy ezredes talpik bundában és bundasapkában, aki újra szétosztott minket, csak úgy szemre, ránk nézett, te jobbra, te balra. S én voltam az egyik szerencsés, zárójelben, aki aztán a NAT-hoz került. Ott is volt természetesen egy norma, amit be kellett tartani, le kellett várni azt a bizonyos NAD mennyiséget. Ha nem végezted el a munkádat, tehát nem teljesítettél aznap, akkor este vártak, és megkaptad a magad porcióját, tenyérbe vertek, katonákkal verettek, ottan szakaszvezető nem vert, de voltak ilyen katonák, akik erre voltak, szóval őröztek is, de közben ha parancsot kaptak, azok meg is vertek jól. És megvertek, még karácsony napján is emlékszem a csoportom, ezt az ajándékot kapta. Ebben a nyomorban, amiben voltunk akkor, még akkor is az ember még, szóval ez természetesen az embertől függ, de abban is talált az ember szépet. Ez a szép mondjuk abban volt, hogy az a nád rengeteg, mindig eszembe jutott Toldi, meg tudom is én, ami a náddal kapcsolatban volt valamikor, aztán az a szinte határtalan síkság, úgyhogy volt, aki kapott szépet is benne, én nem szépet szépíteni akarok. Én őszinte legyek, szégyen, nem szégyen, én nekem még szerelmi, tehát nemi kapcsolatom, élményem nem volt. Én úgy kerültem be. Na most már az igazat megvalva, ez egy olyan dolog volt az én szempontomból, hogy el se tudtam képzelni, hogy tulajdonképpen mi fán terem. És ugyanakkor volt egy ilyen is, hogy arra gondoltam, na, ha itt veszek, hát valóban tényleg azt se fogom tudni, hogy tulajdonképpen mi fán termet egy ilyen, mi volt az, amit annyira, annyian és annyira megénekelnek. Úgyhogy ez természetesen egy olyan plusz szenvedés is volt. Kialakultak bizonyos szimpatiák, tehát rokonszenves barátok, stb. Ezt az ember ott benn, legalábbis az én felfogásom szerint, nem tudom, ha mindenki így csinálta, vagy sem, de már az is szerepet játszott, hogy az a valaki legyen egy kicsit, hogy mondjam, nőiesebb,
szebb vonású, mert ez pótolta azt a hiányt, amitől az embert megszakították. Ne értsük félre a dolgot, itt nem ilyen homoszexualitásról van szó, ha bár az is volt, állítólag én nem tudom, de az is volt, szóval hallásból tudom. De például bennem is volt egy ilyen, hogy volt egy illető, aki nagyon szép vonásokkal rendelkezett, ilyen lányos, kislányos vonásokkal, és valóban, hogyha most utólag rájöttem, hogy tulajdonképpen csak azért barátkoztam vele, mert pótolta azt a kevés szépet, amitől a kevés, szóval avval a kevés széppel rendelkezett, amitől tulajdonképpen elszakította a sors. Hogy az ember hogy megy át a szenvedéseken, az mindig az ember belső lelki állapotától függ. Tehát egy embert nem a külső körülmények határoznak meg döntően, hanem a belső. Na most nekem azért volt egy többi kollégámmal együtt mégis egy speciális helyzetem. Sokan voltunk ebben a helyzetben, hogy nekem az a tartalékom volt, egy, hogy feleségem hűséges maradt hozzám, tehát mikor a többieket kényszerítették, hogy váljanak el, nagyon sokan elváltak, és ez lelkileg nagyon sokat tönkretett azok közül, akik bent voltak. Az én feleségem nem vált el. Aztán én lelkipásztor voltam, és úgy éreztem, hogy Isten engem ide küldött, mert itt is szükség van papokra. És ez is egy nagy segítség volt a számomra, hogy a többieknek hirdetettem az evangéliumot, és mondjuk vigasztaltam és erősítettem a lelkeket. Na most láttam sok embertelenséget és sok igaz emberséget. Sokaknak a marosvásárhelyi börtön a legnagyobb szenvedések helye. Nekem nem az volt. Én abban az időben voltam, az a börtön azelőtt közjogi börtön volt, és az őrök között persze volt kegyetlen is, később én temettem marosvásári lelkipásztor koromban. De volt például két nagyon rendes is. Amikor 40 napi izoláréba voltam büntetésbe, elkülönítőbe, akkor például az egyik, hallottam, amikor beadatta nekem az ételt, azt mondta a rabnak, hogy törzs meg jól, mert ez megérdemli. Mert ez egy református ember volt, aki azt mondta, hogy egyszer még egy nagy változás idején kiengedte a foglyokat a marosvásárhelyi börtönből, és addig szeretné börtönőr lenni, míg még egyszer kiengedi. Nehéz börtönre voltunk ítélve, tehát tilos volt bármilyen szellemi munka. Azért izoláré járt, egy börtön előadást tartott valaki, vagy ha istentiszteletet tartottunk, vagy ilyesmit. De azért hál' Istennek sok dologra emlékeztem a Szentírásból, és például a Vásárhelyen, ott mindig a későbbi gyülekezetem templomában, a Gecs utcában harangoztak, és akkor mindig áhítatot tartottunk. De hát jött a karácsony, és persze akkor is tartottam istentiszteletet, románoknak is tartottam, akik megkértek. Volt olyan helyzet, hogy egyedül hogy csak románok voltak, és egyedül én voltam csak magyar, és megkértek, hogy tartsak éppen karácsonykor istentiszteletet. De hát ott is tartottam, és aztán elkezdtünk énekelni. És elkezdtek énekelni a románok, magyarok, egyszer mi, aztán a szomszédszoba, aztán már az egész börtön. El voltunk rá készülve, hogy berohannak és összevernek bennünket. De valami csoda történt azért akkor, mert nem jöttek be. Lehet, vagy mivel az egész börtön énekelt, zengett az egész börtön, nagyon-nagyon megható volt. Hát lehet arra gondoltak, hogy ha baj is lesz, ha bejönnek, végül megint kitör egy lázadás, vagy pedig az ő szíveket is megérintette karácsony, ki tudja. Gondolom, hogy valaki ott elment a lépcsőkön is, nem csak a cellákban. És igazi ünnep volt, olyan karácsony, nem ért. Sok drága karácsony volt, ami érezte az ember, hogy közel van az Úr Jézus, de ott különösképpen érezte. Aztán Szamosújváron később, ez már akkor volt a szabadulásuk előtt, nem sokkal, amikor visszavittek, és már előkészítettek tulajdonképpen a szabadulásra, volt vagy egy ilyen év körülbelül, egy ilyen átnevelési időszak, vagy egy jó fél év. Akkor, aki dolgozott, joga volt egy fényképhez is.
Na és akkor, de csak 10 percre, csak 10 percre. Akkor kaptam meg a feleségem és kislányom fényképét, 10 percre, de elhívták az ő. És elfelejtett, valami jött, mit tudom én, és nem vették vissza a fényképet, elfelejtették visszavenni. Hát az nagy élmény volt, ott volt velem pár napig. És mindenki, 84-en voltunk a szobában, és persze mindenki elkérte, és mindenki belelátta a saját feleségét, a saját gyermekét. Nekem meg mindig az volt gyanús, hogy olyan szép volt a kislányom, mint egy baba, szinte mint egy porcelán baba, ugye még kicsi volt, és mindenre gondoltam, hogy hát ha meghalt, és csak valaki felöltöztettek így egy bábút, hogy igaztaljanak vele. Aztán később mégis megnyugodtam. Már elpihent minden virág, alusznak mind a nyári fák, és messze künn a kék hegyek. A külön zárka kőfalán, s a börtön őrzött udvarán most gondolatban átmegyek. Az úgó zajló városon, a szívem csendben átoson, s a szabadság ezer jelét nem látom én, csak szállok át, amerre vágyam szárnya szánt, kis gyermekágy, szállok felét. Bódult virágos kerteken, ezüst uszájú fellegen, tekintetem meg nem pihen. Nem nyugszik el erdőkölén, s folyó partján, hol hűs fövény fölött fényring a halk vizet. Egy messze ágyon várjám, egy kisfiú vagy kisleány, a távolból csak őt lesem, s a könnyem is csak rápereg, hol kicsi ányát szenderek, és álmodik a gyermekem. Aztán maga a tény, hogy jövünk haza, ez nagyon valószerűtlen volt. Már csak azért is, mert én erről többször álmodtam is a börtön, hogy megszabadulok, jövök haza. És volt olyan álmom, hogy álmomban megcsíptem magamat, hogy vajon álom-e, vagy nem álom, és örventem, hogy nem álom, mert érzem a csípést. És akkor felébredtem a börtönben, hogy álomban. A mai nap még hosszú lesz az éjjel, de holnaptól már nőni kezd a nap. A vaksötétet fények tépik széjjel, s a sápad földre lángok hullanak. Az éjszakát most vadhatalmak védik, és minden perc, mint élő kintelik. Jaj, annak, ki nem viraszt ma végig, és nem tud várni, késet reggelik. Ma éjszaka még hosszú lesz az éjjel, s kis árva asszony árnya rád borul. Később virad, s hamarabb alkonyul. Ma éjszaka még ne álmodjál rólam, és szótlan tűrjél kínos éjjelen, de holnap várjál, mert megérkezem. Hát tulajdonképpen akkor mondjuk azt, hogy most nem csak térbe, hanem időbe is utazunk. Mert én utazom időbe vissza a 37 év távolságába. Akkor persze nem így a hajó órába utaztam, hanem a hajó fenékbe többi társammal együtt. És azért most úgy gondolom, hogy ez az utazás nem csak térbe, hanem időbe van. És azon kívül nem csak periprávára, hanem az embertelenségbe is. És nagyon jól esik most szabad emberként visszamenni az embertelenségbe, az embertelenség idejébe. Akkor nem láttuk, itt nem láttunk semmit sem a partból, azt se tudtuk, hogy merre visznek. Amikor kiraktak Túlcsán, akkor tudtuk azt, hogy a Szulinál ágán hoznak, valahonnan megtudtuk. És persze, mivel a másik oldalon a Szovjetunió van, vagy volt, hát akkor az volt a logikus, hogy oda visznek. Szibériába, vagy ki tudja hova. És azt találgattuk a hajófenékben, hogy vajon hova is visznek. Nem
Nekem most az a problémám, hogy a térképen látom a helyzetet, hogy hol vagyunk körülbelül, hogy hol van az a kis sziget, ami körülbelül 3 kilométer ezen az oldalon, és éppen látom, hogy itt egy sziget mellett is jövünk el, ahova Peri Práváról kivittek 1962 karácsonya előtt néhány nappal egy egész dunadeltai életünket élményszerűen a leginkább meghatározó nyomorúságra 70-en nádat vágottak egy télen ott velünk, és büntetett katonákkal voltunk együtt ezen a kis szigeten. Ez volt a legszörnyűbb élményem. Kínoztak valósággal a februári fagyos mocsári sárba büntetésből fektettek bele előttünk a fejünk felett, előttek. Állandóan ilyen halálfélelembe tartottak. Kicserélték a bakancsainkat autógumiból tárkolt bocskorokra. Kihúrt belű pufajkákba voltunk, nagy hidegekbe. Többen állandóan betegek, magam is ízületileg tönkremenve. És ez a kis sziget volt egyik nagy nyomorúságunk színhelye. Mikor jöttünk, itt megáll, éjjel, olyan sötét volt, érted, hogy nem lehetett semmi, itt megáll. Ti építettétek kéziket? Igen. És onnan hordtátok ki a... Elmenjünk a megvárunk. Peri Prával oda a kolóniára, megnézzük, jó, hogy jó. Ha úgy gondolod, onnan látszik is valami green. Nagyon látszik, megvárunk. Rendben van. Ha kedved tartsa. Ne vitatkozzatok. Remélem Peri Právára, és meglássuk, hogy hogy lesz. Ki időt nyer, csatát nyer, úgyhogy... Indulás Peri Práva fele. Ne húzzuk az időt most már, hogy megyünk vagy nem megyünk. Peri Práváig is úgy elmegyünk. És utána azt meglássuk. Oda vész és vissza kanyarod. Visszamenjünk a térképen, megnézhetünk. Jó. Peri Právát meg tudnók nézni, én szerintem. Laci, így igen. Hát körülbelül ekkora volt a távolsága. Tibi ott neki megy a tavakról. Minden esetre ott van valamilyen település, mert van a magas feszültségű vezeték, minden, úgyhogy nem csak egy vezeték, hanem egy olyan elosztó központ is van ott valami kell legyen. Baraktában nem közvetlenül tó mellett volt, hát igaz azóta csinálták a tavak most keletkeztek. A tavak sokszor vannak, máskor nincs tó, az a vízállástól és a csapadék mennyiségtől, az évi csapadék mennyiségtől. Én azt mondom, addig menjünk el. Az az épület. Mindenesetre itt való település van, mert tehenek vannak. Oh.
Megjött a konkurencia. A csatornázással végezted, akkor cukoricával, répával. Megjött a konkurencia. Hagymával, borsóval, ezzel, azzal. Répával, ez nem mit volna, mert duplos oldó, de más oldó. A termék, betakarítani, leszedni, betakarítani, mindent. Így ment. Reggeltől leszik ezt csinált. Lázadás, mint a Nem, ami Rosettiről jöttünk. Nem, itt tett, ötletes. Na jó, kitartás. Van két út között, nincs tett. Nem ilyenek voltak. 3-4 méter. Nem ez volt a tábor. De, itt. Köszönöm. Még szerintem még tovább kell egy kicsit menjünk. Igen, megnézzük. Azt kéne valamit magyarázzon neki. Itt mondd Adai Zsolt is. Na Zsolt. Zsolt és nem ismeri fel a vidéket. Nem ismeri. Ez a kasztudom, hogy ilyen érzelmes. Jó, de hát ezek az épületek nem voltak. És elsőben nem volt. Nem volt ilyen sok épület például egymás végében. Na jól emlékszem. Két barak volt, vagy maximum három egymás végében. Nem ismerem fel a parancsnoksági épületet, mert az volt a leglátványosabb még minden. De minden ezekre a régi elhelyezésük és az elhelyezésük ez felel meg legjobban. Mondjuk, hogy elismerjük. Mondjuk, hogy felismerjük. És a dolgon egyáltalán nem változtak. Volt, mondjuk, hogy ez volt. Oda vissza, oda ment most. Abba a karabban. Az egy iszonyatos volt, tudott itt nagyon nagy meleg is, nagyon nagy hideg is lenni. Amikor megérkeztünk, akkor kérdezték, hogy ki ért a főzéshez. Azt hallott, és azt mondják, megtalálta azt a barakot, amelyik ők voltak annak ide. Amelyiket ő vakolt. Amelyiket ő vakolt. Megnézzük. Hát nézzük. Hol találta meg? Hol találta meg? Tehát én elvártuk, aztán én is elmentem, hogy keresem, amit. Meg kell ismerni a nyárfákat. Arról tudtam, hogy ezt a falat én vakoltam. Jó van az. De egyből megismertem. Ez az, biztos. Ott volt a főbejárat.
egy hónapig vakoltuk ezt, vagy bárki hónapig, hogy az ott a végén már... Ezek a láthető szedelek itt. Igen, igen. Itt raktárok voltak máskülönben. Látszik! Hé! Jössz a másik épület, ott a harmadik. Igen? Hát minden itt van. Itt ekkora termek voltak, 40-50-60 ember volt bezsúfolva emeletes ágyakba, és itt van sorba a barakok helye végig, a falak alapja mindenütt kivehető, így sorba következne. Hát nem tudom most megmondani, hogy még be lehettem, de tökéletesen ez erről a világról van szó. Ezek voltak a mi épületeink. És jó, hogy ebből az egészből egy legalább ekkora épségében megmaradt, mert tökéletesen szemlézheti, hogy miről van szó. Ezek voltak a barakok, igen. Nagy üres termek, 40-50-60 emberrel. És nézd meg, gyere fel ide, itt vannak a kőfalak, illetve paticsfalból épületek. Amit mind leomoltak, és itt vagyunk ne, a falán. Látszik a körvonal a rendesen. Igen, és a szobák nagysága is látszik, látod, ekkor a termek voltak ezek sorban. És egyik a másik után ott itt mélyen a vízik húzódnak, úgyhogy... Ez akkor ezek azok. Igen, és azok az épületek ugye jobban felépített épületek voltak a tiszteknek, családjaiknak, katonáknak. Hát ez egy óriási központ. Hát sok ezer rabnak az adminisztrációs dolgát itt rendben. Na, azt elhiszem, hogy... Hát jó, hogy megvan, mert teljesen megnyugodtunk, mert a saját barakjainkat mostanig nem láttuk, amiatt, hogy egy nagyon nagy kiterjedési terület, és először is a katonaság, a tisztesek és a civilek, idézőjelben mondom, lakó negyedébe tévedtünk be először is. És az a kis toronyot, vagy az a kis épületet jobbra mi lehet? Azok. Halló! Itt volt a kapu, a bejárat, mi? Na megvan a kapu. Ott is húzódnak épületek távol. Na megvan a kapu. Megkapták a kapu. Brazil. Ő volt az üzletes. Jó volt, kam vegy deținut aici. Aici ați fost mesne? Am fost aici. În 59-60. Am fost aici și am fost și la Stuf, pe Gironde. Pe Gironde. Așa, pe Gironde. Am fost pe Gironde 4 luni de zile. 4 luni de zile pe Gironde. Era pe Cerneaucă, nu? Da, da, dar acum ce nouă interesează? Aici au fost, a fost sau acolo a fost? Ce asta? Politicii. A, și aici și acolo. Da. Deci aici a fost mai multe. Uitați, acolo a fost intrare. Acolo a fost intrare, după ce s-a tras, a fost aici. De ce a fost aici? Ez a konyhához tartozott, de ez a raktárok voltak. Akkor onnan mentünk be túlról a konyhába, szóval ott hozták ki a vételt. Ez volt a kovács, ahol egy dobrogyai román fiú volt a kovács. Mikor ide érkeztünk, azt mondta a kovács, mivel patkó nélkül sehogy se néz ki, és felvertük ezt a három patkót a falra. Most, mikor itt visszajöttünk, de most megkaptuk, hogy itt vannak a patkók. Itt volt egy nagy dupla ajtó. Itt történt velem egy érdekes dolog. Egyszer, mikor mindenkit kivittek a táborból, az egyik őr az izolátorból, ahova büntetésből betették az embert, kivette, hogy azokat fürdessem le. Velem levágatta a vasat róluk. A láncot.
megcsináltam, bementek, lefürödtek, és azt mondta, verjem vissza. Mondom, engem arra nem tud kötelezni. És így egész nap a fiúk látsz nélkül voltak. Haragudt rám, de nem tudott kötelezni. Azt mondtam, hogy a maga dolga, verje fel. Akkor más is vihet el belőle, aki akar. Hát én elviszem, Levente is levett egyet, még egyet elviszünk, mert kár itt van. Ah, jó. Ebben még valaki sokat kínlózott. Emlékeznek? Ő mesélte. Ez úgy volt, az ember adtak egy műanyag harisnyát, amíg felért idáig ilyen vinilin vászonból összevarva. Az bele kellett dugni a lábát, az ember beledugta, az a harisnya volt, amely vét állítólag a víztől, hogy ne menjen a víz bele a lábába. De hát az olyan volt, hogy hármat lépés, a nád ki is vágt, most még rosszabb volt, mint a... Isten, te tudod a másikat mellé, én jártam Bocskorba, és szinte büszke vagyok rá, hogy még Bocskor is járt a lábamon. A helyzet az volt, hogy megkaptuk ezeket a bocskorokat, és az idős bácsik, ilyen falusi bácsik, akik esetleg még olyanok voltak, akik otthon már bocskomba, otthon is jártak bocskorban, azok megtanítottak, hogy hogy kell megkötni a bocskor, hogy jó hosszú fűzője volt, szíjúja volt, fűző volt az, és avval aztán felkötöttük úgy egész a száronkig, hogy jól tartsa ezt a viaszos, vásznas harisnyát is, és ebben jártunk. Ezek azok. Nézzük ki azok a nagy termek, amiben álltak, két emeletes ágyak voltak. Igen, visszahatolunk. De ez mi volt? Ne. Na most már a börtönökben és a kolóniákon állandóan volt egy ilyen mániája némely tisztnek, hogy kihasználja, ha valamelyik rabba volt valami különlegesebb képzőművészeti képesség. Ha olyan volt a kolónia parancsnok, vagy annak a néhány baraknak a parancsnoka, akkor megengedte magának, hogy rábeszélje, hogy fessen egy képet. Itt egy ilyen fali képpel állunk szemben. No, de megy a traktor. Itt körülbelül ez egy ilyen ugye az amnestiával a hazajövetel, az nem egyik napról a másikra történt országosan, hanem másfél év alatt lassanként vitték véghez. A végén már helyet adtak efféle dolognak, hiszen ez egy kedves propaganda anyag. A legvégén már filmeket is vetítettek, igen. Szög az ország úton, színás szekély, az asztalon hófehér, húz a fenyér. Hegyeken ének látok, hívnak a vén Kárpátok. Megyek-e még, jutok-e még haza? Hegyeken ének látok, hívnak a vén Kárpátok. Megyek-e még, jutok-e még haza? Kergetni hiába próbál.
segítsetek! Isten így akarta, Isten így teremté, kidőlj mi egy keresztvára, nem köszön már semmi. Még egyszer! Isten így akarta, Isten így teremté, vegye fel a bocskort, az jó áll biztos. Csaba, te itt voltál? Nem. Jössz, mama? Nincs erejem sem. Irgalmas Istenünk, mennyi édesatyánk! Te látod, hogy ebben a töltésben mennyi szenvedés, mennyi sóhaj, mennyi fájdalom és mennyi emberi élet van, amit elvettek. Itt emlékezünk meg előtted Bíró Károlyról, aki menekülni próbált, mert várt az otthon, a család és az élet, és akit itt lőttek le. Hisszük, hogy már azóta nálad van, az örök életben, ahol nincs többet könny és fájdalom és halál. Kérünk, áld meg az ő emlékét a mi szívünkbe. És áld meg minden testvérünk, szenvedő testvérünk emlékét, aki nem érhette meg azt, hogy hazamenjen, mint mi. Akinek csak a fájdalom és a halál jutott itt lent a földön, de hiszük, hogy nálad az örök élet, a mi Úrunk Jézus Krisztusért. Kérünk, hallgass meg bennünket, és abban az imádkozó csendben, amiben megállunk, zárd örökre a mi szívünkbe az ő emlékét. Kérünk téged, legyél az ő megmaradt szeretteivel, rokonságával, hogy ők is tudják megőrizni, és add, hogy az ő halála is építőköve legyen az eljövendő szabad életnek a te örök kegyelmedből. Amen. Pár percig magunkban imádkozzunk. Legyen emléke áldott a mi szívünkben. Amen. Úgy hívják ezt a helyet, ahonnan jöttünk, az a Lucsó-Gyurgyenyi fix szárazföldi telep, és ahol mi most állunk, az a gát, amit szintén a mi társaink építettek, és
ott, ahol mozog, igen, ott volt kikötve francia zászló alatt, és a francia nemzeti ünnepen mindig magasra húzták a zászlót, figyeld meg a diverziót, hogy amikor a hajók elmentek itt, a franciákat üdvözölték, és nem a halálhajót, a Girondot, ahol négy emeletes ágyrendszerekbe sinlődtek a szegény elítéltek. Szálcsai gáton történt a következő. Éppen befejeztük a ránk eső részt, és azt mondta, hogy indulás, új részt foglalni. És mentünk a deszkákkal, a talicskákkal, 50 ember, 50 talicska, nem tudom hány száz lapát, és stb. Elfoglaltuk a munkahelyet, de lemenőbe volt a nap, és be kellett vonnunk. Tehát aznap nem tudtunk dolgozni semmit. Szépen rendesen sorba állítottuk a talicskákat, lefelé fordítva, hogyha eső esik, akkor ne gyűjjön meg a víz, és ne rozsdázzék a másik fele, és hazamentünk. Másnap reggel, amikor kivonultunk, akkor hozzá kell, hogy tegyem, hogy egy szerencsétlen vacak földhöz ragadt halász falon ment keresztül az a rész, és az 50 talicska alatt, abszolút mindegyik alatt valamilyen elnézést. Mindegyik alatt volt, hol egy szalonna, hol nem tudom micsoda, hagyma, és így tovább, de én nem tudom tovább mondani. Akkor megint kaptunk egy visszajelzést, hogy nem vagyunk egyedül, és a társadalom jó része velünk van. Ennyit akartam erről mondani. És ezt sose tudtam elmondani, könyvhullatás nélkül. Megjegyzésem. Egy ember ilyen szép dolog, ami viszont a kolónián belül történt, nem a civilekkel, éppen itt a hátunk mögött, a Girondon laktunk. Többen voltak disztrofikus betegek közöttünk, és végletesen legyengült emberek. Hát hadd említsem meg nagyon köztiszteletben álló erdélyi értelmiség Dávid Gyula, egy borzasztóan csontbőrre lefogyott ember volt, és elhatároztuk, hogy egy csipetnyit a napi kenyerünkből adunk, és reggelibe ezt egy sapkába összegyűjtöttük. Gyula is elfogadta, mert egyszerűen végzetes volt a helyzet. És ezt vagy két héten keresztül gyakoroltuk, úgyhogy ő kapott egy jó adagot, s a kenyeret, amivel egy kicsit mégis helyreállt az élete és fizikai készsége, erőt kapott. Valószínű itt volt a bejárat, így ahogy tájolunk. Bár Jonica barátunk ugye kiadta a parancsot, hogy akinek a normája nincs meg, annak a csoportnak a vezetőjét, mert persze hát rabok voltak a vezetők, a brigádosok is, és a rajvezetők is, azokat ide a kapuba bevitték, vették a vizes lepedőt, és a 25-öt várték a fenekire. Nem volt elég, hogy egész nap dolgozott, hanem még ezt is kapott. Összeestem, oda vittek, ott volt egy beteg szoba. Igen, igen. A végén nem részt. És abban a barakban, legalábbis én abban a barakban laktam. És egy kicsi alacsony orvos volt az orvosunk. Igen, igen. Igen. Itt volt egy a mosdó felszerelve itt középen. És oda voltam állítva. Hát mondom, csak tartóra tett kézzel, amikor a katolikus pap, akit a marosvásárhelyi Szabadság tér környékéről most áthelyeztek Dézsre egy ilyen kopasz fejű bácsi. Ferenc Béni. Ferenc Béni, a szerzetes. Igen, persze, szerzetes. Ferenc Béni. No, őt arra hozták be, életibe először, a kolónia kapuján, hogy ott álltunk hárman így a fal mellett. És amikor vásárhelyre iktattak be a vártemplomba,
elmondta nyilvánosan, hogy benne irtózatos rémületet keltett. Kérdezte, hogy ezeket az embereket ti végzik, verik, mi van ezekkel. Azon a nap szabadultunk. Kedves testvéreim, adjunk hálát az Úristennek, mert felkért az Isten, és elszélettek ellenségei. És ami úgy látszott, hogy örökre megmarad, vasból öntött, elnyomó hatalom, az eszerre füsté és viasszá lett, mert Isten rátette a kezét. És énekeljünk Istennek, aki jött a pusztákon át, akkor, amikor körül voltunk véve fegyveres katonákkal, és amikor nem jöttek hozzánk a mi szeretteink, Isten akkor is megkeresett. Jött a pusztákon és a szenvedéseken át, és a szívünkre tette a kezét, hogy nekünk életünk és reménységünk legyen. És adjunk hálát neki, hogy elmondhassuk, hogy mikor visszaszta az Úr Sionnak fogjait, akkor megtelt a szánk nevetéssel, mert hatalmasan cselekedett velünk a mi Istenünk. Amen. Amen. megérleli, rügyet fakaszt az ág, bármit sem ígér bimbaja, pompás lesz a világ, kikétkedőn boncol.